Varga Izabella 25 évesen csöppent bele a Barátok közt világába. A sorozat 1998 és 2021 között rengeteg nézőt ültetett le a tévé elé esténként, és kár lenne tagadni, hogy sokan oda voltak Iza nagyszerű játékáért és szépségéért. Miután közel 23 év után véget ért a Barátok közt, a színészeknek új elfoglaltságot kellett találniuk. Mindannyiunk Nórájának azonban nem volt nehéz dolga, ugyanis egymás után érkeztek hozzá a megkeresések. Hirtelen megtaláltak a feladatok, jött a konyhafőnök VIP, majd játszottam egy első filmes rendező filmjében és egy zenés darabban. Szépen átcsodródtam az új életembe. Minden nap járok sportolni, nagy öröm, hogy végre megtehetem. Az edzőm kérdezte, hogy mi a célom. Azt válaszoltam, hogy erős szeretnék lenni. Fizikailag akarok erős lenni, lelkileg már megy. Gyerekkoromban versenysportoltam, érzem, hogy kezd visszatérni az egykori erőnlétem, mesélte a színésznő a HOT magazinnak. A művésznő sportos alakjára rengetegen felfigyeltek, éppen ezért sok felkérést is kap fehérneműs fotózásra, amiket szívesen el is vállal. Elmondása szerint ennek az az oka, hogy imád nő lenni. Rettenetesen fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, nőként is. Nőnek lenni a legcsodálatosabb dolog a világon.